Utolsó edzését tartott a péntek délelőtt az Egerese MB3-as labdarúgó csapata, amely szombaton a DVSC második gárdája ellen lép pályára idegenben. Mozgalmas napokon van túl a klub, ugyanis a gyenge idény kezdetet követően megváltak Céró Bálint vezetőedzőtől, akinek helyét a korábbi élvonalbeli játékos Lázok János vette át. Szerintem mindenki nagyon pozitívan fogadta, szerintem mindenki fel tudta fogni a játékfelfogást, és pozitívan várjuk a folytatást. Az új szakvezető korábban Csepelen dolgozott, és a kiesés elleni küzdelemnél merészebb célokkal érkezett Tegerbe. De kiemelte, a legfontosabb, hogy sikerrel vegyék a soron következő bajnokit. Úgy látja, a játékosok hamar átvették azt a felfogást, amit elvárt tőlük. Az a dominancia, az a labdabirtoklás és az agresszív labda nélküli játék, amit én preferálok, azt lássam és mutatkozzon ki. És hogyha valaki nézi a meccsünket, az arra azt mondja, hogy igen, ez egy jó csapat. Aztán ebből ki lehet, hogy sőt, biztos, hogy fognak jönni vereségek, de hogyha minden héten ezt csináljuk és fejlesztjük, akkor nagyon egy kellemetlen ellenfél leszünk mindenkinek. A szakvezető elmondta, a keret többre hivatott, mint azt az eddigi eredmények mutatják, de amennyiben lehetőség lesz rá, szeretnének erősíteni, elsősorban a középpályán, valamint a védelembe. De nagy segítség lesz az is, ha a sérültek visszatérnek. A DVSC 2 elleni idegenbeli találkozó szombaton 11 órakor kezdődik.